Sziasztok, a Luhár Laci vagyok, a pizzás pajtásotok, és hát Mák Tominek az egyik elmondatával szeretném kezdeni, hogy a glutén háló fogságában... Várjál, jó videót forgatunk, Tomi? Csak oda azt a zacskót, légy szíves. Lehet, hogy nem jó videót forgatunk, mert ebben nincs glutén, gyerekek, nincs glutén háló fogsága. Úgyhogy olyan érzésem volt, mintha egy linzer tésztát készítettem volna elő. Na jó, nem egészen, mert azért tényleg duplájára nőttem. Mindjárt meg fogom nektek mutatni, hogy mi történt a tésztá. Ugye láthattátok néhányan az első részt, amikor gyakorlatilag idézőben bedagasztottam a tésztát. Valójában összekevertem, de dolgozott önállóan, tehát nem lehet rá panasz. Egyébként nem hagytam bent 24 óra hűtőbe, hanem így bölcsön kivettem olyan 10 óra magasságába, tehát volt, most van ugye 5 óra múlt kicsivel, mennyit akkor 7 órát szobahőn, meg a többit azt hűtőbe a bedagasztás után, és szerintem egész jó formájon, ugye Tomi? Szép lett, na megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, úgyhogy hogy hogy állunk. Egyébként meg, nézzetek csak ide a háttérbe, mi világított a háttérbe? Na, aki meg tudja mondani, hogy mi van ott a háttérbe, az nyere egy pizzát, Laci bácsinál. Úgyhogy csak az válaszolni, aki nálam akar zabálni. Na nézzük meg, hogy néz ki a hát nézem a vendégemért, már hajolnak el, hogy jön a kamera. De tudtátok, hogy itt videózás lesz, nincs se. Szóval Tomit nem tudom, mennyire ismertek, ő a Takás Tomi barátom. Gyakorlatilag, amikor elkezdtem ezt a pizzázást, ő már kovászos kenyerezett, ugye? Így van. Aha. Úgyhogy először őt hívtam fel tanácsaimmal a YouTube-on kívül, hogy te Tamás, te most ezt itt jól csinálom, meg hogy csinál, meg mit csinál, amikor mindig jó kiröhögött, persze, Lacikám, jól csinálod. Folytassak, és akkor így egyszer csak 500 pizza után én is azt éreztem, hogy na most már lehet, hogy meg tudok valamit tekerni önállóan is, nem kell már segítséget kérnem. Úgyhogy meg a viszkizést is együttünk a Tomival, úgyhogy Tomi egy örök buttor darab a történetbe. Na, nézzük akkor, hogy néz ki a bucink, jó? Így néz ki. Hát azt tudottak kell, hogy mikor beleraktam, nem tudom mennyire emlékeztek, elég pici kis gombockák voltak, úgyhogy ez minimum a kétszeresére megnőtt. Nézzük meg a másikat is. Így. Úgyhogy így nézünk ki, úgyhogy ebből fogunk készíteni, de kinek fogunk itt készíteni pizza, gyerekek? És itt vannak a vendégeink, kérem szépen, akik elfogadták a meghívást. Egy nagyon kedves ügyvéd barátomnak a csemetéi, akik szintén gluténérzékenyek. Van itt fokozat, hogy ki mennyire gluténérzékeny? Teljesen. Amennyire csak lehet. És illetve szintén egy pizzás pajtás a fórumról, ugye? Hello, jól tudom. Sziasztok, igen. És ő is elfogadta a meghívást. Van még egy negyedik vendégünk is, aki a lányomnak a volt óvónénie. És még dolgozik, úgyhogy meg fogja is érkezni a pizzázásra előbb-utóbb. Szóval az a jó hírem van, hogy mindent gluténmentesítettünk, amit csak lehet. Tomival elsikáltuk a lapátokat, külön letakarítottuk itt a... Úristen, ebben a sörben van, ezt gyorsan elvesztük innen. Szóval mindent leporoltunk, letakarítottunk, gyerekek, hogy tökéletesen gluténmentes környezetet teremtsünk, és utána fogunk csak ilyen ócska stagioni órokat sütögetni a kevésbé glutén érzékenyeknek. Szóval egészségünkre. Gyerekek, egy lötrappért nagyon szeretem. És akkor hozzálátunk a sütögetéshez. Tomi barát megkértem, mert neki elképesztően jó kézügyességen, a finom motorikus mozgása az felér egy robottal, úgyhogy ő fog precízen majd nyújtani, és nagyon remélem, Tomás, hogy egy nápolyi stílusú pizzát fogsz neki nyújtani. Ez 1000% az lesz. Nápolyi belvárosi gluténmentes pizzát fog nekünk nyújtani, jó? Na folyt köve a nyújtással. A gyerekek, most az igazság, hogy tök fejest ugrunk ebbe az egész sztoriba, de életemben nem sütöttem, meg dagasztottam, meg minden ilyen különleges gluténmentes cuccot. Nem mondom, hogy kicsit fáj a történet, de remélem, hogy sikerélményünk lesz ebbe a sztoriba. Tomi bíztat, mert ő már túl van pár ilyen gluténes, meg a Stagionit is már kipróbáltuk, úgyhogy azért voltam olyan bátor, hogy... Na kezdjünk hozzá, gyerekek, a nyújtáshoz, és hogy lesz ebből nápolyi pizza. Hát akit hátul az üveget? Még mindig ott van. Na, tekila van, menne szelárom nektek. Hát a segít. Na nézzük! Na pattintsuk Tamás a kerek dobozokból. Nekem jól néz ki ránézésre. Az ott egyébként rizsliszt. Na most figyelem a speciális technikát. Bármit csinál gyerekek, csak így szabad csinálni innentől kezdve. Csak ilyen fehér dobozba szabad rakni. Ó, milyen szép az, hogy nézed már.
Tobi, ez ilyen bubis féle? Eléggé megfújta, igen. De ez nekünk jó hír, nem? Persze. Hoppácska, milyen nápolyt fogunk ide pattintani? Atya, úristen, én már most rosszul vagyok. A lényeg ugye az, hogy amit most levegőt belevitt az élesztő, annyi is maradt benne, tehát több nem lesz. Tehát amit most itt elnyomkodok, az utána már nem most kell. Most gyerekek, minden mozdulat, amit itt a Tamás megtesz, az létfontosságú a nápolyi pizzán kialakításához. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy csináljuk, mint egy átlag nápolyi pizzát. Hát azért az erős túlzásnak érzem. Hát a nyújt, tehát most jó, nem fogjuk a levegőbe földobálni, meg a levegőbe nyújtogatni. Azt is tudod, Tomi, nekem eddig nem árult az, hogy tudod a levegőbe is dobálni a gluténes pizzát. Szóval az igazság, hogy ami én infót erről összeszedtem, nagyon észné kell lenni, ahogy ezt nyújtod. Finom mozdulatok kellenek, megfelelő nyomás. Nyilván nem kell túlkompenzálni a történetet, mert azért ez mégiscsak egy olasz termék. Szerintem megbocsátóbb, mint egy... Úgy tudom, Tomi, hogy te használtál többfajta lisztet is, ugye már? Így van. Milyen liszteket használtál még eddig? A Sharemek a B-mixével volt a legtöbb pizza sütve. Hasonló, tehát állagra is, meg ugyanígy szépen meg kell, viszont az nagyon szakad. Tehát arra nagyon oda kell figyelni, viszont ennél... Stagioninál? Ennél... Most látszik is, tehát hogy lehet húzogatni, meg lehet fogni, nem szakad ki, jó, elvékonyodik a maga. Tehát van egy sokkal inkább egy gluténes pizza tészta jellege. Így van. Aha. Hát én nagyon izgulok most, Tomikám. Jaj, nagyon vigyázz a szélinél, jaj, ez hogy lesznek meg a nagy kornicsóné? És folyamatosan kell, hogy érje a liszt mindenhol, mert nagyon nedves a tészta maga. Ott már ki is ficcán, de az a jó ebbe a tésztába, hogy egyből rá lehet dolgozni. Mint a linzer tésztát, mi? Hát gyakorlatilag ugyanaz. Aha. Linzer. Jó, és ennyi, ezzel meg is vagyunk. És akkor készül az első, és az első pizza az Annának fog készülni. A kedves mosolya üdvözöl minket. Na, akkor most mit csinálj, kihúzzuk ide, és itt feltétezzük, ugye, Tomi? Azaz. Nagyon jó. Egy kisebb raklanyi rizslisztet rápattintottunk ide. Azt ott visszarakjuk úgy, nagyon jó. És akkor most átadom neked a jó. Kamerát. És akkor megpróbálok én is ez a történethez hozzá. Ez mennyire kerekez, ilyen marad most már? Nem merjék hát már bele nyúlni? Hát rajta, de... Egész picikét lehet? Persze. Tudjátok, hogy miért csinálom ezt egy kicsit hozzá nyúlok? Ugye az enyém is legyen egy picit, csak a Tomásé. Így. Na, most nagyon szép formája lett. És megpróbálom fölidézni, hogy Anna megkérdeztem, hogy milyen feltételezést szeretne. És megpróbálom fölidézni azokat az emlékeket, amiket hagyott bennem a feltételekkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy mintha ez jobban nyelni a szószt, vagy én nem tudom. Vagy sűrűre csináltad, csak simán. Igen, sűrűre csináltam a szószt. Jó. Azt mondja, megyen egy kis fokhagymás, olívaolaj. Most jön egy kis parmezsán, nem parmezsán, hanem pecorino romano. Amit persze nem mondtam neki, hogy fogok rárakni. Jó lesz úgy. Jó lesz úgy? Igen. Pecorino romanoval? Ezt tudod, hogy ez egy ilyen jú sajtféle. Jú, igen, jú. És azt mondtad, hogy mehet rá neked... Lehagyma. Igen, tehát először rakunk rá kis bazsalikomot. Gomba. Igen, az is. Így. Azt mondja, hogy... Megint kaptam, képzeljétek el, ilyen nagy levelű bazsalikomot a metróba. Hál' Istennek. És azt mondtad, mehet gomba, ugye? Igen. És mondtad, hogy szállított paradicsom is, hogy azt nem? Azt nem. Lila hagymát. Lila hagymát, igen. És mi mehet még rá? A mozzarella. Igen. A füstölt sajt, és mondtad a szarvas gomba. Kréma, ha az a végén majd. Ja. Akkor egy kis füstölt sajt mehet rá. Ezt Szlovákiából hoztam, gyerekek. Ez ilyen... Hogy mi elköztetek el? Paradicsa?
Azaz. Ez ilyen kis gömbölyű paradicsom. És hogy összefogtál. És akkor most jött rá akkor a... Más nem, ugye? Jött rá a mozzarella. Így. Na. Reméljük, hogy patika lesz. Sikerül a vetés, mert most beveted én, vagy bevesem én, Tomi? Be akarom én vetni. Mit szólsz? Vesd be nyugodtan. Bevessem magamat? Vesd be magad. Hú, de kemény lesz. Atya, úristen. Na, most már... Talán ez nem nyomja annyira össze a ízét, nem? Szerintem elég lesz, mert nehéz lesz végül. Na. Aztán mozgass meg egy kicsit itt fölötte. A patika, oda néz. Oda hát a rizs. Nézzétek, gyerekek! Kicsit ki is ment így alulra a rizsliszt. És a sokásos 509 és alul 380 fok. Elindítjuk a stoppert, csak egy percre. És meglátjuk, hogy mit sütünk ki belőle elsőre. Na, hogy alakult, Tomikám? Mit látunk? Elindult már valami fajta kis barnulás? De mintha emelkedne egy picit, ez a kornicsónya, nem? Picit emelkedett, igen, igen. Gyerekek, ott mosolyog Nápoly! Ott mosolyog Nápoly, én már érzem! Én már érzem, ennek örömmel iszok egy jó kis korcsöröcskét. Tehát gyerekek, szépen emelkedik ez, Tomi, te! Van ott kornicsóne! Elég jó, igen. Van itt kornicsóne. Ezek szerint jó volt a dagasztás? Jó volt, hibátlan. És kellett barnulni, elindul. Már 47 szekje sütünk. Lehet, hogy egy picit még majd fogom hagyni. Jobban bírja a hőt egyébként. Jobban bírja a hőt? Persze, igen. Akkor lehet, hogy újraindítom az egy percet, amikor lejár. És majd meglátjuk, hogy hol veszem ki. És majd nektek ez egy info lesz majd, hogy ilyen hőmérsékleten meddig kell sütni. Na, hogy látod, Tomikám? Lassan jó? Szerintem jó ez. Szerintem vegyük. Gyerekek, ide nézzetek, mit pattintottunk! Atya, úristen! Ennyi élesztővel, gyerekek? Hát ez ultrapatika! Na most Annátnak elveszük a szüzességét. Természetesen csak a szarvasgombakrém esetében, hogy megmutassuk neki, hogy milyen ízvilág a szarvasgomba. Robeszkán, te szereted a szarvasgombát? Szereted? Úgy, rakunk rá egy picit ide is, ide is. Na. Úgy. És még, hogy meglegyen egy kicsit a dizájn. Nekünk kérem szépen még ide is egy kis bazsalikomlevelet. Ez nem olyan szép. Nézzünk egy szebbet. Na! Ha benne? Jó lesz, kedves Anna? Tökéletes. Na, akkor már meg is kérlek arra, hogy fölvágjuk neked? Mert mi ollóval szoktuk ezt egyébként fölmetszeni. Ilyen kis olaszos tájban. És ha gondolod, akkor késsel villával is fogyaszthatod. Megnézzük, hogy milyen a kornicsóne. Most ez egy kicsit így összevágtam jobban, de megpróbálom úgy szétnyitni, hogy ki lehessen sasolni. Így. Gyerekek, hát ez egy Little Napoli, ez egy Piccola, la Piccola Napoli. Timár úr most biztos majd ezért mondja, hogy Lacikán ne emlegessél. La Piccola Napoli. Ott is nagyon finom pizzák vannak, gyerekek. A la Piccola Napoliba. Két olasz süti a pizzát, ezt tudtátok? Na nézzük meg, itt is van. Nézd, mekkora kornicsóna lehet itt, Tomi, ide néz. Hát ezt is megnyitom. Atya, úristen, ez a dagasztási technológia. Amit nem is lehet dagasztásnak szinte hívni. Milyen gyönyörűen pizzát jel, oda néz. Ho-ho! Na. Megnézzük majd az alját is, hogy milyen.
szép lesz egy gyerekek. Ó, hibátlan, nem Tomi bácsi? Szuper. Na, hozom neked a kést villát, hogyha egy olyan tradicionálra akarod elfogyasztani. Mert olaszok ilyenkor azt szokták csinálni, hogy összehajták és úgy harapják, de megadjuk neked a lehetőséget. Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Na, fogom itt a... És az első falatot, kíváncsi vagyok, hogy hogy ízlik, és már belevágsz egyből a szarvasgombra kémbe, vagy magányan? Igen, arra vagyok igazán kíváncsi. Na most gyerekek, lehet, hogy repül felém a kés. Vegyetek el a kést tőle? Ez még itt van? Na, kíváncsi vagyok, hogy ízlik? Ne legyél zavarva, mi is abba vagyunk. Nem túl forró? Kicsit folyós a sajt, megjöttem. Uh-huh. Finom. Uh-huh. Bejött a szarvasgomba krém is. És milyen a tésztáj? Megteszed, hogy vágsz innen egy szeletet így, hogy megnézni, hogy milyen a tésztája szélének. Jó, most már, hogy nézem, már sörög a nyára, mennyire finom lehet. Azért éltem már ilyen gluténmentes pizzát, nem? Igazán csak ilyen Lidl-s pizza alapokból. Aha. Van különbség? Pizza... Hogy érzed? Hát ennek pizza érzete van. Na. Tomival előtt alkottunk, azt mondták, hogy pizza érzete van. De gyakorlatilag most fogja mondani, hol érzek, mint ahol lennél? Nápolyban. Nápolyban, igen. Nápolyban. Na folyjunk, akkor csináljuk meg a következőt, jó Tomi? Jó, persze. Pattintsuk ki. Jó étvágyat nem fogunk írni. Megígérem, most már nem szívom a vérevet tovább, kedves. Na, jó étvágyat. Köszönöm szépen. Na, lássuk, hogy... Lehel-e már ettél ilyen gluténmentes pizzát valahol? Nem. Ez is te most veszíted el, te is a szüzességedet? Igen. Figyelj csak, ezt egyétek meg ketten, jó? Te is egyél belőle. És ezt megcsinálom most akkor a Lehelnek, és akkor utána sütjük meg a következőt, jó? Nincs rajta olyan, amit nem szeretsz, ugye? Nincs rajta olyan, amit nem szeretsz. Megoldjuk. Jó. Hú, ott már nagyon kell vigyázni. Én is láttam egy videóban, hogy nagyon óvatosan kell. Tehát arra nagyon figyeljetek, amit a Tomi az előbb mondott, hogy folyamatosan legyen rizsliszt alatta. Tomi, azon a részen, ott van egy nagyon pici kis, nézzétek, csak egy pici kis horpadás, ezt létszeres nyomkod, jó kis szép. Csak szívatom magunkat. Na. Megmondom őszintén, hogy egy kellemes csalódás volt. Én sokkal rosszabbra számítottam, hogy megmondom neked őszintén. Sokkal rosszabbra. Még készülünk nektek. Hát, hogy nem lesz ennyire pizzaszerű. Hogy nem lesz ennyire pizzaszerű, de ebből is látszik, hogy az olaszok mekkora zsenik gyakorlatilag. Most a Ferrarit ne számoljuk, jó? Az a baj, hogy én Hamiltonos vagyok. Most lehet utálni, meg köpködni, meg Mercedeses. Annak ellenére, hogy valószínűleg ez a szezonjuk az nem lesz olyan fényes. Szóval az olaszok rengeteg dologban zsenik, a pizzában is például. Hát nyilván a Ferrari se kérdőjelezzük meg, mert a Ferrari is egy csoda, amit lerakott az autó történelemben. Látjátok, hogy egy picit belógott az ujja alá, látjátok, majd mindjárt is meg is nyomta. Tehát ilyen nagyon finoman kell áthúzni a lapátra, mikor áthúzzátok, ahhoz, hogy ez szép pizza legyen. Na most megint én is csinálok valami hasznosat. Tominek odaadom a kamerát. És akkor Lehel, neked mi legyen a fűszerezés? A paradicsomabban megállapodtunk, hogy ez maradhat, igaz? Igen. Így. És... Mozzarella, kis töltség. Aha, jó, egy kis pecorino románot szoktam alá rakni, egy nagyon keveset, mert az biztos tudod, hogy ez megad egy ilyen jó kis olaszos tájt. Ja. Milyen annak közben, ha bekérdezek, Finni? Finom, csak pont most vettem egy nagy falatot, mert azt tudtam, hogy végeztünk. Jó, szóval. Na hát azért látom, veszed a poénokat, minden rendben van. Van egy ilyen kis különleges kis sajtunk.
Ez egy ilyen kis roppanós, lilahagymás ízesítésű kis füstölt sajt. Úgyhogy ezt ilyet pattintok neked, mit szólsz hozzá. De előbb, várjál csak előbb, miért ezt rárakom, rakunk rá egy kis bazsalikomot. Jó? Ebből egy nagyon szép kis bazsalikomokból pattintunk rá. Így. Akkor most jön ez a kis füsti sajt. Ezt rakok erre az oldalára. Kettőt belőle. Lehet még rá majd ilyen sajt? Igen. Mozzarella. És azon kívül? Ennyi. Ezek, akkor jó, akkor rakok ide még egy picikét belőle. Így. Meg van még egy belőle, és akkor itt fölrakok, és akkor dobáljuk rá a mozzarella. Akkor más nem kell neked, ugye? Szállított paradicsom. Szállított paradicsom, igen, 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 igen. Ez olajban áztatott szállított paradicsom. Egyébként az Aldiba például lehet kapni ilyet nagyon jó áron. Úgyhogy egyébként nagyon kellemesen édes kis íze lesz majd. Nem tudom, hogy kóstoltad-e már itt sütve. Igen? Sütve nem, de nem tudom, illetve egy kevés gombát is. Egy kis gombát is? Az orragyam! Megdobunk egy középre egyet, mit szólsz? Gombáj, hát ezek nagyon gazdag pizzák lesznek. És reméljük, hogy jól is sikerül ezt is bevetni majd. És jól sikerül kisütni. Így. Azt mondja, hogy öreg. Az igen, is. Hallod? Már szórom, mint a profik gyerekek, mint hogyha hatosával kéne gyártani rendelésre. Még egy picit ide pattintunk belőle. Így. Na. És jön a következő, a második bucink, amit láttatok a videón, hogy be lett dagasztva. És akkor valószínűleg 1 perc 10 alatt ezt... na most elnyomtam, 1 perc 10 alatt ki lehet sütni. És arra fogunk készülni, hogy ez sikerüljön is. És lehet, hogy meg tudjuk kínálni. Egy finom nápolyi stílusú. Neked hogy ízlik? Mr. Vadas. Vadas? Határozottan tényleg rendes pizza íze van. Tényleg? Ezt tudom mondani. Van az emlékeidben még a régi pizzáról, mikor még ehettél? De nekem nincs. De inkább azt mondom, hogy így képzelem el a rendes pizzát. Ja. De hogy ez már fiatalon kiderült, hogy gluténérzékeny. Hát már diétát már 10 éve tartom. Atya úristen. De meg nem tudom, óvodától kezdve? Hát akkor sokat eljárni, és akkor ti gyerekek, de jól néz ki, atya világ. Szépen emelkedik Tomi ennek is a korni csóna, nem? Igen, minimálisat. Hány éves korodban jött? Milyen minimálisat? Tehát ez egy gluténmenteshez képest, hát ez egy képest, csoda. Igen. Ez egy csoda. Jót alkottunk szerintem. Hogy érzed? Szerintem jók is vagyunk, vehetem ki, nem Tomi? Mehet. Ugye? Nagyon jókor vettük ki. Tetszik el? Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Inspirálóan néz ki. Na, ennek örülök. Két kisebb bazsalikom levet rárakunk erre a 38 centis pizzákra. Még várunk egy 10 szeket, hogy egy kicsit a pára kijöjjön alóla. És... sajtólag, hogyha ezt itt megnyomjuk közben, akkor lehet fotózni. Szerintem jók is vagyunk. Fogd csak meg. Így. És akkor ezt meg kipakítjuk neked. Fölvág neked is orlóval vagy? Jó, rendben. Hova rakod a cika az orlót? Itt van. Csüss le. Igen, nyugodtan. Itt csak itt van olyan szép. Te is vizuális típus vagy? Igen. Yes. Itt van. Szerintem rendben van, gyerekek. Óriás, hát ki Kanottó, a Mák Tomi megirigyelni. Nézd el. Nem. De ahhoz képest, gyerekek, hogy gluténmentes, ahhoz képest parádésan jól nézünk ki. Így van? András, hogy ízlett a pizza? Jó volt, jó volt. Én is ezt tudom mondani, mint a húgom. Igen? Valós pizza íze van, igazi nápolyi.
Na. Ahhoz képest, hogy tizenvalányira nem evett pizzát, se Nápolyba, se itt. De már tudjuk, ilyen, én már tudja, hogy milyen Nápolyi. Érzi a szívéből, hogy ez egy nápolyi hangulat. Jó, adok szerszámot neked is, hogyha gondolod. Nem kérlek, köszönöm. Nem így. Na. Most tudjuk a mai vízbe. Lehet, hogy elkezd öklendezni, hogy a Úristen. Jó lesz? Jó, nagyon finom. No. Gombakrémet esetleg rá, egy szeletre. Igen. Szeretnél? Na, ha egyik kinézlek, akkor rakok a többire is, jó? Gyerekek, rá van írva, képzeljétek erre a gomba krémre, hogy gluten free. Úgyhogy glutén érzékenyek is használhatják. Jó? Én kóstoltam nem gluténmentes pizzát is. Aha. És? Pesti nápolyi pizzázókban. Aha. És picit másabb az íze. Nem annyira bubis a széle, de szépen. Én amit egyébként kóstoltam, ilyen gluten free-be, ott nagyon sokáig sütik, nem egy perc tízig, és nekem az volt a tapasztalatom, bocsánat, hogy így hozzáteszem, mert van nekem is tapasztalatom, mert elmentem megkóstolni, és rendkívül száraz ropogós, tehát egy kicsit olyan érzésed van, mintha egy ilyen 8 percig sült volna valami. Valójában olyan 4 percig sütik, egyébként megkérdeztem. De az alatt már annyi pára kimegy belőle, hogy ilyen nagyon merev és ilyen lopogós lesz az alja, ilyen fagyasztott pizzás hangulata lesz. Határozott ennek nem, ugye? Terem. Ez puha, ugye? Igen, ez a legnagyobb különbség, mert én otthon a Lidl is, nem reklám pizza alapból, ilyen roppanosra szoktuk csinálni. Ez a legnagyobb különbség. Aha. Ezért bízom benne, hogy íze is van. Mert ezért minden ilyen olasz alapanyagokat kaptatok. Sokkal jobb a feltét is rajta, mint hogy én otthon rárakom a virslit. Virslit. Igen. Na jó, akkor folyt köv a kövét pizzákkal. Meglátása. Igen. Kóstoltam nápolyi pizzát, ugye az jóval levegősebb, jóval bubisabb. Ez nem, inkább egy kicsit a kenyérhez hasonlító. Igen. De ilyen ruganyos marad. Aha. Tehát ezt pozitívunként? Igen, hogy ilyen szép ruganyos marad, nem... De milyen kis guszta pizzád van, nem? Igen, köszönöm szépen. Ki feltétezte? Te. Na jó étvágyat hozzá. Szóval képzeljétek el, hogy a Tamás barátom, az annyira jó arc volt, hogy ő is dagasztott otthon. Úgyhogy szintén Stagioniból. Így van. És... Mert én már teszteltem. Úgyhogy, 3 alkalommal. Egyébként úgy volt, hogy én is egyet fogok így nyújtogatni, de aztán letettem róla. Nem fogom elsajátítani, gyerekek, ezt a történetet, csak mikor majd egyedül leszek. De minden esetre olyan szépen sikerült az első kettő, amit én kidagasztottam, de nevezzük dagasztásnak. Bekevertem. Az olyan jól sikerült, jó kis bubisra, hogy fölbátorodtam, hogy majd nyújtok egyet, de nem fogok. Majd a következőnél fogok, amikor legközelebb sütök. A bónusz mikor sütjük meg? Mi az a bónusz? A tézával. Ja, az lesz a harmadik, negyedik. Ja. Ja, is mondtuk, hogy van meglepi. Hoppá! Van meglepi, képzeljétek el, hogy most nem azt akartam, mindenképp azt szerettük volna a Tomival, és csak ide Tomikám. Az ócska, az ócska tekilát ne tagadd már ki, légy szíves. Szóval a lényeg, hogy a Tamival azt szerettük volna, hogy ne csak egy ilyen 500 fokos sütőbe patintsuk a nápolyi stílusú gluten-free stagionit, hanem hozzunk nektek egy olyan sütőt, ami nagyon sokatoknak van, mint a G3 Ferrari vagy a Téza, itt látható is. Itt van befűtve, gyerekek, úgyhogy azzal fogunk sütni. Jó? A negyediket ezzel fogjuk kisütni. És akkor fogjátok látni, hogy ilyen sütővel is lehet patintani jó kis gluten-free történet. Át is húztad? Persze. Akarod te feltétezni? Mehet. Na hajrá. Én már kettőt kioffoltam. És ez pedig az Andrásnak lesz a pizzája. Így van? Én most jól meg... Jól vagy? Mert a negyedik, hogyha megy elő. Igen. Jó, most akkor... Most háromnál tartunk, de... Gyakorlatilag, aki jön még a negyedik, az nem tudom, mi történt veled, itt van a kerületben, de biztos megérkezik. Jó, úgyhogy... És ki segítesz minket, hogy
Nem, most neki nem kell, hanem az lesz, hanem a Szilviának csináljuk, és csináljunk neki egy egyszerűbbet, jó? Rakunk rá egy kis pecorino románót, jó? Meg egy kis fokhagymás olívaolajat, rádarálunk. Tényleg, hogy jött be a szarvas zsoroplén lehel? Jó, nagyon jó. Bejött? Igen. Igaz, hogy egy ilyen kis igazi gurman kis cucc? Igen. Jó, akkor szerintem mit fog szeretni? Biztos fogja szeretni, rakunk rá egy kis pesztós sajtot középre, hogy meglepjük. Rakjunk rá egy kis rukkolát. Bazsalikomot. Ez már a belga sör lesz. Igen. Azaz. Várjunk a bazsit, és hát figyelj, ne toljuk túl neki. Hát csak megeszik egy kis picike kis vitamin paprikát, nem? Biztos. Akkor raksz egy picikét, egy pár szemet, pritot, és nem pritamina lesz, hanem kápia egyébként. Kápiát. És akkor rakjunk rá, így van. És amikor megjön, akkor majd süssük, akkor ezt ki a tézába, Tomi? Süssük ezt ki a tézába, jó? Menjen. Hogy sikerül, és ezzel rá tudod vetni, nem probléma. Mert most már ezen van. Vagy ezt süssük még az F1-ba. Süssük meg az F1-ba, és akkor az utolsó. Bevetette? Vállalod, brother? Persze. Jó, ennyi sajt elég rá? Te döntésed. Ennyi. Mindent rád fogok. Ha nem stimmel valami? Aha, egy kis olajat még patintunk rá szerintem? Nyomjad. Én nem akarom. Jó. Kamerázok, azaz. Nagyon jó. Burst. Na, szuper, akkor vessük be a vethetőt. Gyerekek, milyen profi mozdulat volt, kérem szépen. Egy finom mikromozgás. Na, odaadom neked a kamit. Én eddig elmegyek sörözni. Köszi, Tomi. Lehel, rendben vagy, jól laktál? Minden oké? Na, szuper. Ti is, fiatalok. Na, örök. Jó vagy. Ezt elhoztam, hogy majd esetleg beszélhetjük, amit neked van ezzel a hozzéssel, hogy bőfogok azok, hogy jönnek majd ezt. Ez felutóban? Nem tudok el. Ugye, hogy értékek, hogy jönnek össze a... A kozzahőmérő? Megnézzük, hogy a fa. Jó, nagyon szép lett. Egészen más a tiédé, Tomi, nézd csak meg. Valahogy még komolyabb a kornicsónő. A hidró. Mert hogy a tiéd a 100-as hidró, mi? 95. 95-ös hidró. De nekik föl lehet tölni 95-re a hidrót. Visszatettem majd neked? Szóljál majd, hogy mikor jó. Jó. Gyerek, mind gyönyörű látni, hogy a feltétek gyerekek ott megfőnek, megsülnek. És mennyire jobban bírja őt, hogy több nedvesség van benne? Ja, elindítottad az időzítőt? Nem. Nem nézed a másodperceket? Nem, így érzésre. Most érzésre sütünk. Gyerekek, azt érezzük, mert mi szívvel léleken nápolyak vagyunk. Visszavezettük a Tomival, hogy majdnem, hogy Nápoly tövébe születtünk, gyerekek. És jöhet. A Vezúv lábánál. Valamikor 5 inkarnációval ezelőtt. Oda nézzetek, gyerekek! Kapítottuk meg, ilyen atya! Úristen! András, nem gondoltad újra? Nem lett éhes? Most jön vagyok. Értem, hogy utazás után vagy. Ezt tudni kell, hogy az András mondta, hogy utazás után van, külföldöltetek, nem? Vagy? Nem. Csak a gyomorod egy kicsit érzékeny. Igen. Tehát nem rossz volt a pizza, hanem... Nem, a hepehupás út. Hepehupás út, igen. Sajnos. Mert VRC kocsit kaptak ajándékba apukától, és kicsit az Anna megtoltanék. És hát rallisport. Rallisport volt idáig, Földúton. Na, hát egyébként nagyon jól néz ki. Ultra patika. Na, akkor a kövi az megy, Tomi, a izére? Tézára. Ha? Tézára? Jó. Jaj. Nem lehet ebbe belekötni, gyerekek. És milyen jó kis színvilága van ettől a kápiától, nem? Nézd meg közelebbről picikét. Jó lett. Nem tudunk belekötni. Lehel, jó lett? Jó lett. Ugye még egy kicsit, mintha ennek nagyobb lenne a kornicsónéja, nem? Mint egy picikét nagyobb lenne. Nagyobb hidró miatt. Na, folyt követ következőt.
Tomi-féle 95-ös hidró, gyerekek, a Star Johnny-val bírja, kibaszottul jól bírja, de nézzétek, hogy mit alkottunk vele. Nézzétek csak. Közelebbről, Tomi. Gyerekek, ez a glutén érzékenyek, ez álma lesz. Oda nézzetek. De kis finom. Úgyhogy most a Szilvia fogja megkóstolni. Tessék, egészségedre. És szereted a szarvasgomba krémet? Igen. Tényleg? Arra rakhatok rá neked? Egy picit kérnék szépen. Jó, rendben. Minden X-szeletre rakhatok, vagy? Nem, de erre csak el a picire. Jó, rendben. Köszönöm. Még egy picit kér. Rendben van? Jó illat? Na, egészségedre, és akkor kíváncsiuk, hogy úgy szokták enni az olaszok egyébként, igen, hogy így összehajtják, így. Aha, és mint az. Azért milyen az olyan gyönyörű gyerekek, atya lesz a 95-ös hidrónak. És érzed, hogy milyen puha? Hogy nem ez a száraz, pászkás, kenyérlángos hangulata van, hanem... Pizza Napoli! Kérem Pistali. Szépen, Pizza Napoli! Puha, tényleg nagyon könnyű. Stagioni a király! Nagyon jó. Nagyon boldog vagyok, gyerekek, mert sokkal rosszabb eredményt szállítom, sokkal rosszabbra. Logót letakarom, hogy felismerjétek. Na, folyt köv, gyerekek, és most jön a különlegesség. A tézába fogunk sütni. All of them. Poveredmi Tamás. Na, lássuk a gyújtást. Pattintsad Tamásom a 95-ös hidrót. Szilvia, hogy ízlik? Nagyon finom. Tényleg? De tényleg nagyon finom. Én is megkóstoltam. Tényleg? És neki is, análnak is nagyon ízlik. De te eszel gluténes pizzát is, ugye? Tehetsz. Igen. Jó, remélem, hogy eszel is. Apa is ehet. Helyes. Na. Mediterrán diétához hozzátartozik a gluténmentes. Kérem Istenem. Na. Figyeljtek a finom mozgásokat, gyerekek, ezt 300-szor meg kell nézni, hogy beívódjon a tudatodba, hogy hogy kell így nyújtani. Vagy 400-szor. Na. Hát egy kis finom csoda. De ne rakjunk egy kis izét rá, miért ráhúzod? Nem. Lesz annyi az alján, hogy baba lesz? Ez begyakorolt mozdulat lesz. Pizza vasos papát. Sok átrakta, láttátok? Nem húzta, csak simán átpakolta. Mind a rongyot átvágta a gyerekek. Atya, úristen! Nagyon komoly. Ezt a tézába pattintjuk, meglátjuk, hogy milyen lesz az F1-hoz képest. Jöhet a feltét választás. Hát Tamás, ez random, mert aki gluténérzékeny volt, azt már mind megtöltöttük. Csináljunk egy Biancát. Csináljunk egy Biancát? Jó. Most ez egy mascarpone-s és ricottás alap, egy kis borssal, meg egy kis sóval. Meg egy pici vizet raktam hozzá, de az se baj, ha nem lesz teljesen... Jó, az se baj egyébként, hogyha nem lesz teljesen egységes a felületen, mert úgyis a sütés közben ez majd eloszlik. Gyönyörűen, úgyhogy ha csak ilyen izékbe raksz rá, ilyen... De te finom motorikus mozgásoddal, te már végigkened ezt is. Te komoly lesz. Igyekszem. Te komoly lesz, gyerekek. Egy kis Bianca. Mi jön még rá? Megy rabazsalikon, meg kis fokhagymás olívaolaj. Így van. Igen? Na. Na. Mi a tippet, hogy hány percet fog kisülni egyébként a tézába? Hát szerintem 3,5-4. 3,5-4 perc? Aha. Na jó, hát majd megmérjük, hogy mi a helyzet. Jó, én raknék rá paprikát mindenféleképpen. Egy kis vitamint. Hú, eszméletlen illata van ennek a bazsalikomnak. Jó, és akkor egy kis füstös. Mindenféleképpen én a Bianca alaphoz füstölt, az mindenféleképpen menjen. Igen. Egyébként a kedvem, én rakjam ebből a sajtból is egy ilyen füstölt sajt, szarvasi. Nem is füstölt, ilyen érlelt sajt, egy nagyon kellemes kis ízvilág van, tedd már meg, hogy raksz rá belőle. Most ezt meg fogom én is kóstolni, bár jobban örültem, hogy az F1-ost pattintom be, de azért a tézásra is ráfanyarodom, megmondom neked őszintén. Akkor máltam mozzarella. És akkor jók is vagyunk, ugye? Így van. A fokhagymás olajat raktál már rá? Nem. Uh-huh. Jó. Nagyon babesz, nagyon babesz.
Mi a helyzet, Szilviám? Jó lesz? Istenem, finom volt. Nagyon jó. Nagyon jó? Bella? Na, én nem is raknék többet. Na, pattintsuk be. Hibátlan. És jön, kérem szépen, a tézás produkció. És benn is vagyunk. És most felrakta, az volt a trükk a történetbe, hogy ez 3.20 volt, Tomi? Rakisz egy pillanatra? 3.30 volt, így igen, körülbelül. Úgy. És akkor onnan raktad föl, mikor betetted, 400-ra, ugye? 400-ra, így van. És akkor úgy megy a... Közben oda ballagok a Szilviához. Szóval, te mennyire vagy gluténérzékeny? Van-e ilyen fokozatok? Nem a nagyon durva, tehát hogy én tolerálom a liszt meg a gluténmentes liszt egymás melletti viszonyát, de a gluténra nagyon, tehát hogy liszteset nem tudok enni. Aha. Még az a jó hírem egyébként, hogy mindent ultrára elmostunk, sütőt kiégettünk, minden, úgyhogy egy gram, de itt most semmi glutén nincsen. Egyébként meg kíváncsi leszek, hogy mondja a kis pocit. Nézzetek, milyen kis izéje van? Milyen kis bubija van ott, nézzétek, milyen gyönyörűen. Uh-huh. Kialakult a kornicsóna 85-ös, 95-ös hidróval. Nagyon jó lett. Az előző az 80-as hidró volt. Nézzétek csak ide, mi mindent kaptam. Ide nézzétek, jöttek a vendégek, képzeljétek el. És annyira jó fejek voltak, hogy mindenki tudta, hogy mit szeretek. Oda nézzétek. Ott a Robesz barátom Bodri. Kaptunk egy kis Villajerot a Leheltől. Így van? Jó kis belga söröket. Mondhatom a nevedet? Mondhatod. Igen? Imi-től. De gyerekek, nézzetek, egyszerűen egy olyan sörválasztékot, hogy beszarás. Delirium Tremens, az elmebeteg. Trappé Dubbel kedvenc, Duvel is. Lefeblon. És itt van a főnök úr, jó voltából trió. És gyerekek, nézzetek csak ide. Sörművek, mézes gyömbér. Az van ráérve, hogy Gigi. Na, ezt tuti megkóstoljuk, mert ilyet még nem ittunk. Úgyhogy ilyen kis finomságok. Milyen pizzapajtik vannak itt, gyerekek? Atya, úristen! Ilyenek a glutén érzékenyek. Na, hogy állunk, Tomi? Jól. Igen, mert oh, nem hagyod abba a pizza. Milyen kor? Fél időnél vagyunk. Jó. Fél időnél vagyunk. Mutasd már még egyszer egy pillanatra. A gyerekek, oda nézzetek, milyen szépen épül az abroncs. Atya, úristen! Téza az Isten, gyerekek, Amazonon van 40 ér. Elég volt. Lehet rendelni. Akartok jó kis gluténes nápolyi pizzát. Gyönyörűen rogyog. Va bene. Ezt egyik se tudja. Hogy belátunk itt az ablakon. Szerintem annyi gluténes nincsen, amiben eltartan egy éttermet. De a feleségem mondta, hogy csináljunk ilyen házi éttermet. Ilyen itthon sütős, bejelentőst. Na, már elkezdett egy picikot, nézd csak, nem kell forgatni rajta? De. Nézzük, Tamának hőáll az ujjai, ha? Ezt ne csináljátok, hogy kézzel így forgatjátok. Tomi, ne mutass ilyen rossz példát, vegyél valami lapát, adok neked valamit, nézd csak, fogd meg a kamerát. Adok neked egy ilyen cuccost, amivel én szoktam forgatni. Tessék. És van egy kis csaj vendégünk is, akit nagyon imádok. És ő is imádja a jó kis nápolyi pizzát, úgyhogy mindjárt pattintunk neki is egyet. Majd milyen ízűt szeretnél? Paradicsomos alap legyen, sajttal, lehet füstölt sajt is, gomba. Gombát nem. Egy kis piros kápia paprika, gyere nézd meg, mik vannak itt. Van is lila hagyma is, meg van brokkoli, vannak ilyen finomságok. A lila hagyma jó. Lila hagyma jó lesz? Na jó van, akkor majd sütünk neked egyet mindjárt, jó? Már most jön a stagioni óró, jó? Na, hogy állunk, Tomikám? Nézzük meg. Hát óra szerint még 40 másodperc. Aha. Ez a 3 perchez? Nem, 4. 4-hez? Uh-huh. Szépen alakul, gyerekek, szépen alakul. Milyen az alja? Megnézhetjük egy pillanatra? Aha, nagyon jó, még bírja. Hát ez a 95-ös hidró azért az telehető, Tomi, nem? Nagyon. Hogy érzed, hogy nehezebb volt egy picit egyébként kinyújtani? Nem, sokkal könnyebb, mint bármelyik ilyen glutén. Már hogy a 80-ashoz képest, mert az enyém 80-as volt. Persze, jobban nyúlt. Tehát óvatosabban kellett egy picikét? Most tehát a 4 perc? Így van, le is nyúl. Na nézzük, hogy állunk, akkor lehet, hogy kell még egy pici neki. Valószínűleg a magasabb hidró miatt? Így van. De nagyon nem szép a színe. Nem sok kell neki.
De még hagyjuk egy picit. Hol a lapátot, hogy majd ki tudsz kapni onnan? Azzal az ezével szeded, de nem tudom mi azzal, nem? Persze. Van az vékonyabb. Így van. Hát szíve, az a jó hírem, hogy lesz még egy pizza. Egy gluténmentes? De tényleg? Tényleg. De gondolod, hogy becsapnánk, ne viccelj már. Becsapnánk ki bárkit? Egy kereskedő? Meg egy szobrászművész? Hol? Nem jutnánk be, hogy... Meg a gluténmentes jó. Pizza, tehát hogy a tészta köz? Na, pat. Le is zárjuk. Így. A nyújtás? Ég és föld. Gyerekek, nagyon szép lett. Gyerekek, Tomi bácsi ezt patintotta a tézával, gyerekek, amit 30-40 ezer forintért egy ilyen sütőt meg lehet venni, és ilyen finom, abroncsos. Megnézzük az alját, Tomi, megemeled? Így. Na, kellemes gyerekek, ez teljesen rendben. Azért sokkal jobb tartása van, tehát hogyha megemeli az ember, nem rogyik, hogy össze. Ugye háromszor annyi idő lett készült el. Azt mondja, sokkal jobb tartása van. Na, hát most ezt értsétek, ahogy kell, jó? Tehát kicsit krokántébb. Így van. Kicsit Nápolytól messzebb van, ez olyan párma magasságában. Na jó, na ezt is megkóstoltatjuk a Szilviával, mert hál' Isten Szilviának jó étvágya van, és meg fog tudni enni még egy... És jó esett? Jó, nagyon finom. Na, jó van a körök neki. Akkor visszakérjük a tányérodat egy pillanatra. Tomikám, átrakod a pizzát, és akkor... És jönnek most... Akkor egészségedre. Gyerekek, elkezdjük a Stagioni úrót tesztelni. Előkapjuk, megnézzük, hogy hogy néz ki. Na, folyt köv a következő részbe. Tamást megkértem, hogy kóstolja meg. Egyébként nagyon szép kis kornicsónéja van. És nézzétek meg csak. Hopp, oda nézzetek. Tiszta Nápoly. Na, milyen íze van, Tomikám? Nézzük meg. Nagyon jó, könnyű. Vajpuha. És gyönyörűen meg van sűlve a belseje. Uh-huh. Levegős. Gyerekek, Stagioni az Isten. Nyomrágos. Stagioni az Isten. Ajánlhatjuk? Megkapja az ajánlott pecsétet? Van. Én meg ajánlom hozzá a rizslisztet, mert attól kap egy ilyen crunchy, egy ilyen ropogós, egy ilyen friss, kicsit ahogy megég... Egy újabb titkot tudtatok meg, Tamás, ezt nem akartam elárulni. Basszus, na mindegy, most már... Rizsliszt. Rizsliszt. Na, 95-ös hidro és rizsliszt. Így van. Na ezt kell pattintani. Powered by Tomi. Nagy. Gyerekek, a gluténesek meg vannak mentve. Nápolyt bevittük a hálószobátokba. Este nem sorozatot nézünk, nincsen Netflix, Laci bácsi, all of them. Sziasztok!